Pál Feri atya után Böjte Csaba vendégeskedett Tatán az adventi lélekgyógyász sorozat előadójaként. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Feri atya és Csaba testvér egymás utáni hétvégéken osztotta meg az ünneppel kapcsolatos gondolatait a tataiakkal. Úgy gondolom, hogy két olyan személyiségről van szó, aki önmagáért beszél. Fantasztikus előadásuk van mindig, és fantasztikus dolgokról beszélnek, és nagyon mélyen megérintik az embereket. Mindig nagy az érdeklődés iránta. Az idei évben sajnos egy ilyen másfél héttel előtte tudtuk meg biztosra, hogy jönni fog. Így nem volt annyi időnk, hogy meghirdessük, de így is nagyon-nagyon szép számmal több mint 100 fő vendéget fogadunk ma. Mindig öröm számomra idejönni. Most van az idén 15. nagy gála a Tatabányán, ma este lesz az is. És igazából én a gyerekeimnek azt mondta, annyi mindent kértünk, mindig kérünk Jézuskától a karácsonyra. Most gondolkozzunk el azon, hogy vajon, ha Jézus sírna nekünk egy levelet, hogy kedves Csaba testvér, én azt szeretném a karácsonyfalá, ezt meg azt tegyél, vajon mit kérne Jézus tőlünk? Ugye a Lengyelországban volt egy 30-as években nagy feszültségek voltak, és megjelent Jézus Krisztus, és mondta, legyek én a ti királyatok, és akkor fog menni ez az ország. És Lengyelországban elkezdtek faluról, falura, városról, városra, közösségek, hát hogy mondjam, felajánlották magukat Krisztus király vezetésének, hogy legyen Krisztus a mi királyunk, és hát tény az, hogy Lengyelország elkezdett fölemelkedni, és tavaly előtt volt, vagy tavaly volt az az ünnepség, amikor a lengyel főtanács miniszterelnöktől lefelé főpapok, mindenki összegyűlt Krakóba, és egy hatalmas fehér márvány Krisztus szobrot megkoronáztak. Tehát jelképesen is Lengyelország királya. Tehát ugye mi Szent István óta, ugye a mi népünk Mária országa, Mária mi királynőnk, milyen jó lenne, hogyha nekem ott belül Isten dirigálna, a lelkismeretem keresztül Isten szólna hozzánk. Ugye azt mondjuk, hogy az ég a földdel a lelkismeretünkbe ér össze. Tehát Isten szava, a lelkismeretünk szava. Milyen jó lenne, arra hallgatnánk mindannyian. Én hiszen egy új korszak elér lépne az emberiség. Tehát én azt kérem a tataiaktól, hogy Krisztus királyt koronázzák meg az ő szívükbe. Ajándékozzák meg Jézus Krisztust egy kis koronával, és mondjad, Uram, viseld ezt a koronát az én hűségem, szeretetem jeléül. Mától fogva azt szeretném, hogy mindig lelkismeretemre hallgatva szépen szentül éljek. Az előadásra befolyt összeggel az idén az Eső Emberekért Egyesületet támogatják.